Kedves édesanyák, kedves nagymamák! Kérem, engedjék meg, hogy anyák napja ünnepén nagy szeretettel köszöntsem Önöket, kívánjak hosszú boldog életet, sok-sok szeretetet, gyermeki odafigyelést és örömet az életben. Külön köszöntöm azokat az édesanyákat, azokat a nagymamákat, akik esetleg abban a helyzetben kerültek, hogy elveszítették gyermeküket és egyedül vannak. Hiszen nekik is ünnep lehetne ez az anyák napja, és talán nekik szomorú ez a nap. De én abban bízom, hogy az élet, amennyire lehetséges, kárpótolja őket is. Kedves édesanyák, azt kívánom, hogy mindenki találja meg a családban és a gyermekeiben azt az örömet, azt a reményt, amit a születésükkor táplált. Találja meg azt a szeretetet és azt az összetartozást, ami kovásza az életünknek. Kovász az életünknek, a városnak és Magyarországnak is. Talán erre van leginkább szükség. Végezetül egy számomra nagyon szép idézetet szeretnék Önöknek felolvasni. Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelőn a fényénél hozzád fohászkodom. Fejed hajt előtted a fűszál, virágszál, hálát adok néked, hogy rám vigyáztál. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, óha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függeszd őrző szemed, édes jó anyámra, nincs áldást fejére, a lábam alára.